tetszik, ott a másik út. Azon jöttem előbb. Hát elég kemény. Észak-Amerika legmagasabbra vezető aszfaltos útján. Szóval itt vagyok Amerikában. Ott középen ott van Colorado. Most legalább nem homályos a kamera. És ez jó elhír, ott van Denver. Ez jó poén, bátor legyen, és én Pittsburgh. Hegyekkel. Kalifornia. Na jó, hát én keveset fogok látni Amerikával, és Hawaii nem is látszik rajta, pedig én oda is megyek. Szóval itt a reptér, most metróval fogom menni a városba, vagy ilyen vonattal, mert idő szűkéve meg amúgy is, meg hát akarok menni kulcsot a pedálhoz, amit sikerült otthon hagynom. Úgyhogy most kezdődik a túra, egy kicsit vonatozok, és akkor Denvertől biciklére ülök. Az ott a sziklás hegység, miközben itt egy autóút komolyságú úton haladok, de ilyenből így pár kilométerenként vannak egymás mellett. De ezzel legalább lehet haladni. Itt jön a fizetőkapu. Kíváncsiak, mennyi lesz. Európában bringásoknak mindig ingyenes, de itt azt hiszem nem. Kíváncsi vagyok nagyon. Kifejezetten biztató az idő, mert arra megyek. Mert sötét lesz sajnos. Fejértem egy ilyen hágószerűségre, de semmi tábla nincs. Úgyhogy nem is tudom, milyen magasan vagyok. Én magasságmérőm szerint 3450 körül. Közben már brutál álmos is vagyok. Úgyhogy most nagyon sok minden szempontból nagyon nehéz, és a kevés oxigén miatt nagyon kegyetlen. De már magasabban vagyok, mint a vele. Tehát soha ilyen magasra még nem tekertem. Ráadásul megint máhával. Sziklás-hegység. Grand Lake felé gurulok. Illetve azért ez többnyire sík, néha egy picikét lejt. Darkness and guided by beating heart. I can't tell where my journey will end, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. Full vagy nyugati az a ház. Ez nagyon komoly. Na mindjárt még le is kell fotóznom. Hát ez kész. Teljesen kész vagyok. Itt a vagy nyugat. Ó, micsoda. Hegység. Totál vadnyugat.
nagyon élvezem. Micsoda színek! Jézusom! Ez lenyűgöző ez a mai nap. Pedig jól oda sértem a hágóhoz. Ez Winter Park. Fantasztikus üdülőhely. Nagyon durva. Gyönyörű. Mindenhol az amerikai zászlók persze. Mint már megszokhattuk. Ott van az nyílfenyők. 3446 méter lesz a Bertolt Pass. Előbb itt az kemping volt, és megint megvan a bicikli út, ezt én nem értem. Előbb azt hittem, hogy... Hát ilyet. Csodálatosan gyönyörű, ott a hold is. Hát ilyen érzés itt tekerni 3530 méteren. Az Eholék óta rosszabb lett az út, előtte hibátlan volt. Azóta meg ilyen repedések vannak keresztbe, úgyhogy jó, hogy hoztam ezt a stabilizátort, mert a lejtőn anélkül élvezhetetlen lenne. Egy kézzel rohadt fárasztó. Hát tényleg olyan, mintha akkor riektem így, amikor a Mortirohágon tekertem 16% mellett. Ezt képest most 6%-os. Igaz, hogy nem 1500-1700-on járok, hanem 3500-on. Hát ez fantasztikusan gyönyörű. Most a panoráma miatt jövök az út ezen az oldalán. Hát ez elég brutál gyönyörű a fények miatt. Meg hát persze a kilátás. Amikor elég párás, de... És ott lent a szerpentin. Na jó, át kell mennem a túloldalra. Hú, alig bírom levegővel. Észak-Amerika legmagasabbra vezető aszfaltos útján. És 4000 méter. 4000 méter. Valójában már a fölfelők, mert a polár alul mér. Ott jöttem. Ezek a rohadt zötyögők. Idegesítő. És mutatom, van itt egy futó, aki lentől jött. Már kilométerek óta nyomja fölfelé. Felfutott a Mount Evensre. Úgyhogy gratulálok neki. Ott a tábla. Megvan! Észak-Amerika legmagasabbra vezető aszfaltos útja. Itt a büszke mosoly. Hú, de rossz az út. Mount Evans. Ez az. Ez az. Kedves amerikai bringások, ők is megszólítottak.
dumáltunk egy-két percet. Tényleg itt mindenki tök jó fej. Hát ez hihetetlen, hogy mennyire vadnyugati, hát ez valami brutális. Fú, ez nagyon komoly. Azta. Fú. Hihetetlen. Tényleg egy időutazás ez. Facebookon írta valaki, hogy visszamentem az időben. Hát ez elképesztő. Azta, hogy hú, ez de komoly. Hát ezt nem mondtam, hogy ez ilyen felkapott hely. Talán a fáradtság lehetett a fő ok, a kiavatlanság. Gyakorlatilag 5 napja megyek, azért elég kemények, itt tök magasan, és nem aludtam még ki magam. Mindig ilyen 6-6 és fél órák. Nagyon-nagyon durva. Ez nem mehet, holnap ilyen napot kell tartanom. Ávlent passz. Hát ez most 4 nap alatt a 4. 3400 fölötti hágó. Tekerek Kapper Mountain felé, ahonnan lekanyarodok majd a Via Pass-ra. Aztán az csak egy kis kitérő lesz, aztán utána jöhet a Fremont Pass. Hát ez itt nagyon kellemes bringa út. Ez tényleg ilyen családi bringázásra való. Hó. Hát itt rengeteg a bringás, nem csoda. Ez a Frisco környéken nagyon ilyen rekreációs környék, sportásra, futásra. Hát nagyon örülök, hogy feljöttem ide. Szóval ez a Vail Pass alatti tavacska. Jaj, de jó az a napsütés! Fésfó látszik ott a háttérben, az előtérben pedig egy bájos kápolna. Érdekes, hogy ezek a havashegyek mögött ott elég sötét felhők vannak. Úgy gyönyörű ez
környék, ezek is nagyon szép hegyek. Ezek egyébként jól futhatóak is lennének, mert nem olyan meredekek, mint az Alpokban. És itt még azért van komoly hó. Na meg hát ott látszik, ami eset friss. Ez az apró artelepülés hardcell. Hát itt alig van, ha pár ház ember. Örülök, ha kapok valamit vásárolni. Hát hihetetlen, itt gyakorlatilag a ezek szerint van 80 km-en át alig van valami épület. Hát ez a világ vége. Ez a világ vége. Ez a Vadnyugat, ember. Kietlen Vadnyugat. Ezt kérem, a kietlen Vadnyugat. Na ide lehet, hogy benézzek, ami kajáért. Mert ez nem biztos, hogy itt van. És ennyi volt hardcell. Ez egy település, ember. Ez egy település. Berőgök! Hát ez hihetetlen! 800 az egész körülbelül! Így jártam, de azért tudok majd venni valamit. Úristen, hát ez a Vadnyugat világ vége. Végtelen hosszú út. Mondjuk visszafelé még durvább a helyzet. Végtelenség az út. Tök egyenesen. Íme a Pikes Peak. 4310 méter magas. Ami annyit, hogy 2450-nel van fölöttem, mint ahol én most. Elég túl van meredek. Na az úgy már rendben, az a 10%. Táblát tessék nézni. 11.000 láb magasan járok, 3353 méter magasan. 50 méter, és Európa legmagasabb aszfaltos útja fölött leszek megint. Pontosan, mivel az nem végig aszfaltos, csak 3300 körülig, már igazából most a fölött vagyok. Hoppala! Na, azt talán a kamara is látta ezt a villámot. Hát, az a helyzet, hogy hétig van nyitva az a bolt, ahol a csomagomot hagytam. Úgyhogy, hát amar el kell menni az esőnek. Jó, még van 1,4 órán, de hát itt úgy csicsog az út, hogy nagyon durva. Oh, az katasztrófa. Ez volt a River Plata Camp. We'll be right back.
érdekesség, ilyenek ezek a önbevallásos fizető dolgok. Ki van írva egyébként, hogy itt nem tilos kempingezni, onnan el kell venni egy borítékot, ki kell tölteni egy kevés dolgot rajta, és talán beledobni a pénzzel együtt. Ott leírja, hogy hogy történik az egész. Azt nézem. Ja, itt azt írja, hogy 6 dollár per nap a parkolódíj, meg stb. Ott fenn a csúcs. Így, hogy tilos itt a kempingezés. Itt megint jön egy autó, az nagyon hiányzott. Egyébként nagyon nagy itt a forgalom, meg kell hagyni. Tehát nem egy eldugott kis földútról beszélünk, hanem ez itt egy komoly közlekedési út. Hát mióta én itt jövök egy 3-4 órája, ha nem mentem 40 autó, akkor egy se. Ott van egy kis házikó. Hát most is látni, pillanatokon még egymástól megy három. Úgy látszik, ez a két völgy között ez az egyetlen egy érdemi átkötő út, és jól járható. Van a bringa volt, különben nagy baj van. De úgy remélem, hogy hatig. De ennek olyan robogok, mint az állat. Most következik az attrakció, hogy a bringát beleorázsolja majd abba a dobozba. De reméljük a legjobbakat is szépen belefog. Úgyhogy ennyi. Gyorsan lepakolom a cuccokat, és akkor az lesz az első, hogy megnézem, hogy éppen tényleg belefér a méret. Szóval én ilyen becsomagolt bicikli. 133 centi hosszúra írták a dobozt. Hát nagy nehezen sikerült belerakni. És ez Hawaii, Big Island. Fantasztikus. Fantasztikus. Atyaég. Vigyorgok, mint a vadalma. Szivatós a szél miatt,